Sokan, ha meghallják azt a szót, hogy műfű, akkor még ez a régi, kemény műanyag jut eszükbe, ez ma már abszolút nem úgy van. Ugyanis például ez is műfű itt, amiről senki nem mondaná meg. Egyrészt nagyon-nagyon szőnyegszerűen puha, másrészt gyönyörűen zöld, és hát nem kell gondozni. Azt láttuk, hogy a ház előtt is csodálatos a fű, de itt a kertben a medence körül is, és ez sem igazi. Nem. Pont olyan puha, pont úgy néz ki, de mégsem az. Miért választottatok ilyet? Nem csak az előtérben van nálam fű, hanem a házon belül is nagyon-nagyon-nagyon sok helyem. És hát van lehetőség választani, azt szerintem mindenképp jó, hogy az ember, amikor elmegy műfőt választani, akkor nem egyfajta van, és akkor azt rak tele a házat, meg kívül, ahova szeretnéd, hanem ezeknek vannak különböző fajtái, amik hatására nyilván az ember jobb döntést tud hozni, hogy pont ez miért kerül a medence mellé, ami a házon belül van, az miért pont oda, vagy épp az előtérbe, vagy épp a két teraszra. Ez kimondottan egy wellness pázsit. Ennek ez az mit jelent? Ennek az a lényege, hogyha megnézed itt belül, akkor látod, ennek iszonyatosan természetes hatása úgy van. Úgy néz ki, mint az igazi ilyen picit ilyen szárazabb fűszálat. Látod? Igen. Tehát ez egy ilyen barna, mintha már szárat lenne, arról nem beszélve, hogy ez kimondottan jó medence mellé, mert nem forrósodik annyira. Arról mesél még, hogy ugye máshol a normál füvet állandóan vágni kell, ezt nyilván nem kell vágni, de mit kell vele csinálni? Takarítani. Ezt hogyan néz ki egy takarítás? Porszívó. Kihozod a porszívót, és ugyanúgy, mint egy szőnyeget felfogni. A szezon előtt szoktam egyszer átporszívózni, ugye most hullik a nyárfának a virága, tehát hogy nyilván benne vannak ezek a fehérek, mint ahogy egyébként benne van a sima fűben is. Egyszer az emberi fogja magát, szezon előtt végigmegy, és én szezon végén még egyszer végig szoktam rajta menni. Mi van, hogyha a gyerekek kijönnek vizes lába, hogy ez elszívja a vizet, vagy ha ilyen pacsálás van? Tehát, hogy ugyanúgy, mint a rendes fűnél, ugye a földbe beszívja a vizet, ez is elszívja a vizet? Vagy igen, vízelteresztő. Tehát, hogy vannak benne lukak, és akkor abban gyönyörű szépen elvezeti a vizet. És ugye ennek a fűnek nyilván nagyon fontos, hogy maga mennyire puha, és hogy jó nagyon tapicskolni, és mély. Tehát, hogy látszik, hogy tök ruganyos, de hogy azért, mert hogy azért nem az van, hogy puf leterítik oda, ahol éppenséggel le szeretné terítetni mondjuk a megrendelő, hanem ennek azért megvan a technikája, hogy milyen mennyiségű, milyen vastagságú, homokszerű anyag kerül alá. Az igazából ettől ilyen puha, hogy nagyon jó a aláépítménye, hogyha lehet ezt így hívni. Nekem kimondottan tetszett még az is, hogy ezek nem, látod, tehát nincsenek illesztések. Igen. Tehát nem az van, hogy 32 000 darabból raknák ezt le, hanem konkrétan egybe leterítik, és csak ott van megvágva, ahol egyébként el kellett vágni. De én a nyesedékeket is felhasználtam például, és bevittem két ilyen nagyobb füvet, például a gyerekek kisházába, a kertbe.